Jön már is a masinista? Nagy az orra, sok a dolga. Krumpli fejű. Palacsinta. Na, akkor én egy ilyen... Neked csak úgy burgulásznak a krumpliaid. Mindig el akar gurulni. Hogy tojásdobálásról is szó lehetne egyébként, de nem lesz ez. Nem titok, mit csinálnak az ilyen? Nem titok, nem, csak nem emlékszünk, csak mindig nem elfelejtjük. Mit csinálod a puskát, tökében? Gombás... Hát olyan tolsőszerű, csak rakunk bele gombát. Lepcsánkát, gombás lepcsánkát. Ezt miért összeljem? Hát itt... Azokkal rögzítjük a munkafázisokat. Aha. Hát itt. Na, az be lehet fejezni a kamerázás, de nagyon gyorsan. Ezt nagyon érzem gyorsan. Be. Úgy van. Most? Most azonnal. Ezt így liszttel be kéne, hogy... De ezt miben lesz keverjen? Ja, hogy egy izé, ezt használtam. Abszolút, nem kértek erre engedélyt, senkit is ügyített. Nem is tudom, hogy miben kéne ezt. Akkor kérem a papírt volna. Reszel. Vagy akkor tudod mit? Akkor verd fel a tojás. Akkor viti kell innen magukat. Ebben reszelt bele, mi van? Talán már fölvered a tojás, és akkor abban mindjárt belereszel. De hát ott jó van. A lapcsánka mégiscsak fel tudta keverni a kedélyeket. Igen. Nézd meg ezt az érdekes kis játékot itt, amit kitaláltam ezzel, hogyha rá tudsz közelíteni. Vagy ahogy a tojáshéjak benne maradnak a cuccba, és hogy ilyenek a kavicsok, úgy néz ki, mintha tele lenne tojáshéj darabkákkal. És rosszakat kergettem az előbb például. Van benne tojáshéj darabka is, de egyébként meg úgy még többnek látszik. Jó, úgyhogy... az ujjunkat azért ügyeljük rá, hogy ne reszeljük bele. Klasszikusan egy ilyen lepcsánka fogóval verem fel most ezt a tojásos tucot. Hány tojást raktál bele? Hármat. Tökéletes. Három tojással megyünk neki. És akkor most ugye lisztelek kicsit. Lepcsánkának. Olyan tésztaszerűsre csináljuk. Aztán még majd sóval is meglöttyintem. Gombát is teszeljünk bele, tökikém? Aha, mert hogy ez gombás. Gombás lepcsánka. Ezt így? Ezt tudtad csinálni? Aha. Jó néz ki. Hát hallottam egy ilyen sztorit, nem tudom, majd igazoljatok ebben, hogy a mérges gombát arra lehet felismerni, hogyha megcsíped, vagy egy kicsit így valami kis sebet ejtesz rajta, akkor azonnal bebarnul. A másik gomba is bebarnul, de kicsit később. Én ezt nem így tudom, én úgy tudtam, a mérges gombát arról lehet megismerni, hogy földhöz vágja a kalapját. Igen, az is. Mert mérges. Az is egy ismertető jele neki. Megjött a policáj. Au, a kezemhez csapkodtad. Bocs, ezt meg katornál. Nem, hogy az ujjamhoz rá is kerül. Nem, jó, és akkor utána ebben meg is sütjük majd a lepcsénkét. Pont akkor érnek ide, amikor gyakorlatilag a sütés fázis az elkezdődhetne. Olaj. Mekkora darabokra szeretnénk ezt egyébként? Hát azt majd bele laffantjuk, bele szöttyentjük, kérlek szépen. Bedolgoztam, így egy csipeknyit. Távolról figyelnek egyelőre, igen. Csak. Kicsit elbizonytalanodtak. Ez a lángos sütő, ilyen... Aha, most annyira, azt találtuk ki, hogy úgy kell, mint a lángos sütő. Annyira bőolajban nem, de azért legyen alatta rendesen. Töki lassan azt szerintem... Nagyon, nagyon dolgozik a tüzünk. Üzemi most... hőmérsékletet eléri. Esik az eső is. Aha. Azaz, de ilyen nagyobbakat is, meg én a helyet meg közelebb raknám azt a Weilingot. Jó napot! Nincs is nálam. Igen, csehű vagyunk, igazolványja. Viszont van lepcsánka. Már hogy várjuk a vonatot, és közben megérhetünk. Amikor olyan kaját készítünk, amiről nem tudunk sokat, akkor az így is sikerülhet. Hú, ez nagyon forró ez az olaj, ezzel valahol félre is húzódnék, mielőtt kilöttjen, vagy valami. Főleg, hogy rád... Vigyázz, hogy a víz elkezdjen belecsöpögni, mert az aztán csúnya lesz. Nem sikerült túl jól. Persze mondhatnám, hogy megzavartak. Lepcsánka, szegényke. Már ezt elhúzom. Mert ugye rend a lelke mindennek. Egy jó konyhában mindig rendet tart a házi asszony.
vagy a házi úr, most például én vagyok. Itt valamivel jobb, nem? Főnök. Értünk, esőt sír az ég most, és a lepcsánkáért. A lepcsánka egyébként, mint látták, még akkor még ott voltunk, csak hát majd kihűlt az olaj közben, a forró olajban ilyen szép kis ropogósra, kérgesre sül, amúgy tóslisan, de ugye meg van butítva egy kis gombával, és mindentől egy nagyon jó kis snack lett volna a Balaton hazafelé, csak nem tudom majd talán. Szerencsére a biztos úr pont megmentett bennünket attól, hogy a forró zsír vagy olajat kelljen ott elviselnünk, amikor az eső neki indul. Mert az úgy veszélyes is lehetett volna, igen. De hát ezért van a rendőrség, így hogy van. Szolgáljon és védjen. Úgyhogy mindenkinek jó ételjét kívánunk a lepcsánkához. És neked túl a papírod? Otthon. Akkor te mész a Böribe. Kell a lakcímkártya is? Yeah.